Nagyon későn kerültek meghirdetésre a teljesen új kaprendszer hazai jogszabályai. A rendeletek értelmezése és alkalmazása a mai napig gondot jelent a gazdák jelentős részének. A helyzetet tovább bonyolítják az időközben megjelent módosítások. Az üggyel kapcsolatban meghívták Gyurica Csabát, az MVH új elnökét a MOSZ elnökségi ülésére. Csak nem 3 hónapja már jön az MVH-nak az új elnöke. Azt szeretnénk kérdezni, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni, lépéseket annak érdekében, hogy ügyfélbarátabb, gazdabarátabb lehessen a hivatal. Én egy olyan hivatalt szeretnék működtetni, ahol valóban a bürokratikus rendet, ami egy hivatalnak sajátja kell legyen, hiszen közpénzek felosztásáról gondolkodik, és azt a fajta elvárást, amit az ügyfelek, elsősorban a gazdálkodók részéről megfogalmaznak, azt próbáljuk meg közelíteni egymáshoz. Ennek egyik nagyon fontos mozzanata az, hogy a határidőket próbáljuk tartani. Nekem ez egy fontos elvárásom, hogy akár a pályázatokkal kapcsolatban, a kifizetésekkel kapcsolatban azt tartsuk be, mert csak így tudnak a gazdálkodók számolni. A másik az ellenőrzésekhez kapcsolódó kérdéskörök, azt a fajta szankcióorientált hozzáállást, ami talán időnként joggal érte a hivatalt, azt próbáljuk meg átalakítani, és olyan ellenőrzési rendszerre, amely segíti a gazdálkodókat, illetve támogatja a gazdálkodókat. Nem azt jelenti tehát, hogy ne legyen ellenőrzés, viszont az elsősorban a segítő szándékkal, támogató szándékkal történjen. A harmadik az információ áramlással kapcsolatos kérdéskörök, a call center, ugye az ügyfélszolgálati rendszernek az átalakítását tervezem a decentralizált módon, tehát az a központosított rendszert, ami jelenleg jellemző, azt próbáljuk megyei szintre visszavinni, és azokat a legfontosabb információkat, amelyek a különböző megyékből érkeznek, azokat ott helyben megválaszoltatni. Az a cél ezzel, hogy a hivatal munkatársai az információkhoz könnyebben juttassuk el a gazdálkodókat, az ügyfeleket, ezzel is segítve a gazdabarát hozzáállás. Nagyon sok intézkedés lehet még persze, amivel tudjuk ezt erősíteni. Ez egy hosszú folyamat. Azt gondolom, hogy a legfontosabb mégiscsak az, hogy a kifizetések időben történjenek meg. Hogyha ezeket sikerül elérnünk, akkor a gazdabarát hozzáállást is tudjuk erősíteni, segíteni. És ami még talán nagyon fontos, az, hogy próbálunk olyan pályázati kiírásokat megfogalmazni, amelyek könnyen érthetőek, közérthetőek az ügyfelek számára. Azokat próbáljuk időben eljuttatni. Nyilván ez egy összetett kérdés, hiszen eznek rendeletalkotási oldalról is van háttere, tehát nem csak rajtunk múlik nagyon sok minden, hiszen egy végrehajtó intézmény vagyunk, de ami tőlünk telik ezen a területen, próbálunk megtenni. Nagyon szimpatikus volt az elnök úrnak a bemutatkozása. El kell mondani, hogy az elmúlt 10 évben, szinte minden évben találkoztunk az MVH-nak az elnökével vagy elnökhelyettesével, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a kapcsolat korrekt volt. Ami a továbbiakat illeti, kérdéses, hiszen valamennyi elnök úr azt mondta el, hogy egy gazdabarát MVH-t szeretne csinálni, tehát aminek a lényege az lenne, hogy a gazdák elégedettek legyenek a kifizető ügynökséggel. Természetesen a Gyurica úrnak is ez volt a belépője. Talán egy kicsit annyival másabb volt az ő mondandója, hogy ő szintén gazdálkodó volt, tehát van elképzelése, hogy mit szeretnének tulajdonképpen a gazdák, és én úgy gondolom, hogy ő önmagával akkor lehet elégedett, hogyha azt fogja megvalósítani, mint amit ő képzelt el akkor, amikor termelő volt. Alapvetően a falugazdászokhoz lehet fordulni, de közvetlenül fordulhatnak az MVH-hoz is, illetve a megyei kirendeltségekhez és az ügyfélszolgálat munkatársaihoz a legfontosabb kérdésekre fognak tudni válaszolni, annál is inkább, hiszen valamennyiük számára szerveztünk országos képzést az új rendszerhez kapcsolódóan, pontosan annak érdekében, hogy felkészítsük őket a legfontosabb változásokra és átalakításokra. Ezekre a kérdésekre meg tudnak felelni, és ez a beadás időszakában is látszott, hogy a korábbi éveknél, vagy a korábbi évekhez megszokottnak képest is többen vették igénybe szaktanácsadók segítségét, elsősorban itt a falugazdászokra hárult a legnagyobb feladat ebben a tekintetben. A beadási határidő után lesz a lehetőség hiánypótlásra, vagy esetleg változtatásra? Igen, június 15-éig van lehetőség arra, hogy szankciómentesen bárki módosíthatja a beadott kérelmet, illetve arra is van lehetőség, hogy aki május 22-éig nem nyújtotta be az egységes kérelmet, szankcióval terhelten még napi 1%-os támogatás csökkentéssel benyújthatja az egységes kérelmet. Én inkább azt tartom problémának, hogy
hogy nagyon rábízták ezt a dolgot a kamarára, tehát a termelőknek a felvilágosítását, és ezzel borzasztóan elkésett a kamara, ráadásul nagyon sok rossz anyagot adott ki. Tehát azok az anyag például, az a zöld füzet, nagyon sokszor akár még akármilyen végzettségű embernek is el kellett olvasni, hogy egyáltalán miről akarnak írni, most tényleg nem leszólva a többi termelőt, de szerintem döntő részének fogalma nem volt, hogy abban az anyagban mi van leírva. Tehát én úgy ítélem meg, hogy nagy valószínűséggel a kamarai gazdászok, tehát a falugazdászok azért nyilván ezeknek a termelőknek nagyon sokat tudtak nyújtani. Tehát én úgy érzem, és különösen úgy, hogyha az MVL viszont elmondta, hogy nyilván ebben az első évben azért, ha kisebb problémák voltak, azért nem lesznek különösebb szankciók. Elnök úr megígérte, hogy akár napi kapcsolatban is lehetünk az MVH-val, tehát úgy éreztem, hogy ő nekik is egy elvárosuk lenne, hogy a termelésben dolgozó emberek nyilván azokat a gyakorlati témákat, amit mostanában a jelenlegi beadási rendszerrel fel kellett vállalnunk, nyilván az, aki naponta csinálja, az hamarabb találkozik ezzel a problémával, és nyilván ezeket a problémákat közösen kell megoldani, hiszen csak azt tudja megcsinálni, aki lent dolgozik. Ha bárkinek problémája van, tehát a legkisebb végeken is, akkor gyakorlatilag a helyi teszövőkön keresztül, amennyiben a teszőbb nem tudja megoldani a problémáit, természetesen a MOSZ-nál megpróbálják megoldani, és ha nyilván itt választ nem tudnak adni, akkor természetesen, hogy a MOSZ tovább fog lépni, és az adott legfelsőbb szervezetnél ezeket a problémákat igyekeznek megoldani, már ha az MVH-ból is a legfelsőbb szervezetnek az a célja, hogy megoldja a problémát.